Kormány családprogramja egyértelműen támogatja bölcsőde, óvoda, iskola felújításokat. A terület és település fejlesztési operatív program biztosította azt a 400 millió forintos forrást, amelyből megépült Gerjenben az új óvoda és bölcsőde. Az ünnepélyes átadón Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, és Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke is részt vett. A fejlesztésre azért volt szükség, mert az elmúlt években megduplázódott a gyermeklétszám a térségben. Mi még a régi épületben kezdjük meg a tanévet, még az engedélyeztetési folyamat zajlik, két csoportos az óvodánk, reményeink szerint hamarosan harmadik csoporttal bővülhetünk, és egy új kihívást jelent számunkra, hogy bölcsőde is létesült itt Gerjenben. Az immáron 70 férőhelyes intézmény meglétével új munkahelyeket is teremtettek a településen, 6 új dolgozó felvételére van szükség. A 4 gyermekes kertésznő Bédika Jolánnak, az 5 és 3 éves gyermeke is az új intézménybe jár majd. Maga az óvoda az nem lesz új dolog, de így itt, hogy ez az új rész most megépült, és hogy tágas, világos. Meg hát ugye minden új lesz nekik, szerintem ez nagyon jó dolog. Úgyhogy mi már ezt nagyon vártuk. Folytatódik a program, egyelőre top 2 a neve ennek a következő lépésnek. A top 2 programban hasonló célok lesznek megfogalmazva, mint a top 1-be. Ugyanúgy a helyi lakosok számára, a települések érdekében, a magyarság érdekében és a közösség érdekében próbáljuk fejleszteni megyénket. A Tolna megyei közgyűlés elnöke azt is elmondta, eddig a megye településeire több mint 30 milliárd forintnyi EU-s támogatás érkezett.